Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió április 28-ai keddesti híradója már is kezdődik. Elsőként nézzük vezető híreinket, röviden. Felkészülnek a rohamra. A virág és ajándékboltok, valamint a cukrászdák is fogadják a megrendeléseket a vasárnapi anyák napjára. Vérvizsgálatok a laborban. A Pécsi Klinika kutatócsoportja is a vírus elleni lehetséges hatóanyagok tesztelésén dolgozik. Nem állt meg az élet, továbbra is szorgalmasan dolgoznak a Lua sportolói. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. A jeles nap ebben az évben május 3-ára esik. A koronavírus járvány miatt azonban idén sokan nem tudják személyesen felköszönteni szeretteiket. Egyre több szolgáltató vállal házhoz szállítást, így a jó kívánságok idén sem maradnak el. Folyamatosak a megrendelések ebben a Bajai Virágboltban. Az üzlet a járványhelyzet miatt kénytelen volt bezárni néhány hétre, áprilisban azonban ismét megnyitott a kapuit a vásárlók előtt. A közelgő anyák napja alkalmából ugyanis sokan szeretnék egy-egy virággal felköszönteni az ünnepelteket. Simlacsek Rita azt mondja, idén is népszerűek a virágboxok és a cserepes növények, mások színes csokrokat választanak. Általában a vágott virágoknál a tavaszi csokrokat kedvelik jobban. Nagyon sokan még mindig a rózsát. A rózsából általában a bordó, sárga, rózsaszín, és a cserepes virágokban ilyenkor nagyon sokan a piros színű virágokat szeretik, a flamingókat, nagyon sok orchideát visznek ilyenkor, beültetéseket, ilyen kis kert jellegű dolgokat, és kiültethetős virágokat még. A járvány miatt a virágüzletben is visszaesett a forgalom, az utóbbi hetekben azonban jelentősen megnőtt a kiszállítások száma. Azok, akik személyesen nem tudják felköszönteni az édesanyákat és nagymamákat, házhoz küldik a meglepetéseket. Sokan a virágok mellett édességgel kedveskednek szeretteiknek. Az egyik bajai kézműves cukrászdában cukor, glutén és tejmentes finomságokkal várják a vendégeket, így az ételallergiában szenvedőknek sem kell nélkülözniük a desszertet. Most anyák napjára makaronokkal készülünk, gluténmentes makaronok fognak készülni, fehér csokoládéval lesz gyümölcsös, illetve csokoládéval, étcsokoládéval fogjuk megtölteni őket. Ezek ilyen kis díszdobozba kerülnek, és akkor úgy lehet megvásárolni az édesanyák számára. Vasárnapig ugyan van még idő, de a szolgáltatók azt kérik, hogy a vásárlók időben adják le a rendeléseket. Némi kézügyességgel és gyakorlattal egyedi ajándékokkal is kedveskedhetünk az édesanyáknak. A Bajai Kultúra magazinunk eheti adásában a saját gyártású meglepetések elkészítéséhez adunk tanácsokat. Az előző éveknél eredményesebb forgalomra számítanak 2020-ban a Bajai kikötőben. Az áruszállítás 2018-ban és 2019-ben az alacsony vízállás miatt visszaesett. Az idei első negyedévben viszont ismét emelkedtek a számok. Március végéig 210 ezer tonnával zárták az év első időszakát, tájékoztatta híradónkat a kikötőt üzemeltető Kft. Vezetője. Nagy László elmondta, a járvány kapcsán természetesen szigorítások léptek érvénybe, így például a hajó legénysége nem léphet partra. A veszélyhelyzetben is teljes körű szolgáltatást nyújtanak, de csak azok dolgoznak a kikötő területén, akiknek a munkája nélkülözhetetlen. A Bajai Országos Közforgalmú Kikötő működtető Kft. Vezetője arról is beszámolt, hogy a napokban éppen egy román hajóra rakottak kukoricát, ekkora hajó már régen fordult meg a Bajai kikötőben. A 8000 tonnás rakodósúlyú román hajó a Dunán Konstanca felé szállítja az árut. Ezekben a hetekben a berakodásnál a kukorica, a búza és az olajos magvak, míg a kirakodásnál a műtrágya a legjelentősebb tétel a Bajai kikötőben. Április végén érkeznek meg a parti fecskék telelőhelyükről vissza Magyarországra. Az utóbbi 5 év kutatásaiból kiderült, hogy a magyar állomány Kamerun, Nigéria és Csád térségében tölti a telet. A Baja környéki fészkelőhelyek biztosítása sok éves munkának köszönhető, amelyben a természetvédőket, az önkormányzatok, a nemzeti parkok és a civilek is segítik. A parti fecskék a fészkelőhely kiválasztásában nagyon igényesek, kifejezetten a friss, szakadó partfalat keresik. Ezek a falak azonban ma már természetes körülmények között csak ritkán alakulnak ki, ennek oka pedig a folyószabályozás, illetve a homokbányák kitermelése.
A madarak így nehezen találnak megfelelő fészkelőhelyet, ezért van szükség a szakemberek segítségére. A munka szerencsére Baja környékén évek óta jól működik. A Madártani Egyesület a helyi önkormányzatokkal és a két nemzeti parkkal együttműködve gondoskodik az új falakról. Minden évben, április hónap között a táján megpróbálunk fészkelő helyeket kialakítani a parti fecskéknek. Ez egyszer jelenti azt, hogy új falat csinálunk, ami esetleg az előző évi fészkelő teletnek a frissítését jelenti 20-30 centit, és a művelt homokbányákat pedig erre az időszakra, amikor ők foglalnak, akkor le kell rézsűzni, hogy alkalmatlan legyen a fészkelésre, hogy később, amikor ott ki akarnak termelni földet, például amikor árvízvédelem van, akkor ne legyenek benne fecskék. A faj Baja déli határában a homokbányánál fészkel jelentős számban. Május 1-ére már ki is alakulnak az akár több ezres egyedszámú telepek. Az Apatintól Hartáig terjedő Dunamendi területre általában ugyanazok a madarak térnek vissza. A gyűrűzések adataiból jól látható, hogy ragaszkodnak a korábbi környékhez. Sok éves megfigyelés után pedig ma már azt is tudják, hogy hol töltik a telet a nálunk fészkelő parti fecskék. A kistestű madarak a földközi tengert és a Szaharát is átrepülik. Nagyon sokáig nem tudtuk, hogy hol vannak télen. Hiába százezeres nagyságrendű a jelölt madarak száma Magyarországon az elmúlt 120 évben, amióta madárgyűrűzés van. Ezt csak most tudtuk meg az utóbbi 5 évben a legfejlettebb technika segítségével, ugye, ami azt jelenti, hogy adatgyűjtő tyúfafelnél kisebb készülék van a fecske hátára erősítve, és számítógépbe le lehet tölteni. Ez alapján ma már tudjuk azt, hogy a magyar állomány az ilyen Kamerun, Nigéria, Csád, tehát abban a térségben tölti a telet. A többi hazai faj, így a molnár és a füsti fecske fészek rakását a természetvédők sárgyűjtőhelyek kialakításával segítik, de a házaknál a civilek is sokat tehetnek a madarak védelmében. Így például fecskepelenkát vagy akár műfészket is készíthetünk a fecskéknek. Óvatosságra intik a túrázókat a következő hetekben, ugyanis a vaddisznók már a tavaszi ellési időszakban vannak, és a kocák meglehetősen harciasan védelmezik kicsinyeiket. A népszerű turistautaktól a vaddisznók többnyire távol tartják magukat, azonban a jelenlegi korlátozások miatt sok turista keres ritkán járt területeket kirándulásra, sportolásra vagy kutyasétáltatásra. Így pedig megnő a nem kívánt találkozások esélye is a vaddisznókkal. Az erdészek azt tanácsolják az erdőjáróknak, hogy csak a kijelölt turista utakat használják, és kerüljék a nagyon sűrű, bozótos területeket. Váratlan találkozás esetén a legjobb megállni, és óvatosan elhátrálni a vaddisznótól, nem ajánlott elijeszteni, mert az támadásnak érezheti. Erdős, bozótos, disznójárt a területen kutyát csak pórázon ajánlott sétáltatni. Május 1-től önkormányzati rendelet teszi kötelezővé a szájmaszk viselését, tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Nyirati Klára polgármester. Az elöljáró megköszönte a bajaiaknak, amiért fegyelmezetten élik a mindennapjaikat, ugyanakkor figyelmeztetett, mindannyiunk érdekében a továbbiakban is óvatosnak kell lenni. A polgármester korábban egyeztetett a bajai nagyobb üzletek, áruházak vezetőivel, és megegyeztek, hogy az üzlethelyiségekben figyelemfelhívó plakátokat helyeznek ki a kötelező maszkviselés kapcsán. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az önkormányzat és a Baja Marketing Kft. A város minden háztartásába eljuttatott 2 darab mosható maszkot, de akár egy sál vagy kendő is használható a száj és az orr eltakarására. Napokon belül egy önkormányzati rendelet lát napvilágot, amely kötelezi a maszkviselést a bevásárlóközpontokban, boltokban, a taxikban, tömegközlekedésen, illetve azoknál az árusoknál is, akik nyílt téren árusítják a termékeiket. Ugye tudják, milyen fontos az, hogy a maszk ott legyen az arcukon, hiszen ezzel védjük azokat, akik velünk szemben állnak. Még abban a fázisban is, amikor
Nem tapasztalhatók a tünetek, de már vírushordozó az ember. Annak a fegyelemnek köszönhető, ami eddig jellemző volt, hogy még nincs nagy baj. De nem tudjuk, hogy mikor jön el az az idő, amikor félni kell. A veszélyhelyzetben a kutatók több száz hatóanyagot tesztelnek a koronavírus fertőzés ellen. Jelenleg a vérvizsgálatok zajlanak a laboratóriumokban. Az elmúlt 24 órában újabb 66 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, az elhunytak száma pedig 11-el nőtt. Az adatok azt mutatják, hogy 516-an már gyógyultan távoztak a kórházból. A gyógyintézetekben 976 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen. A Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai János Kutatóközpontjának virológiai kutatócsoportja jelenleg a víruson már átesett betegek vérét vizsgálja. Dr. Jakab Ferenc, a kutatócsoport vezetője elmondta, az első kísérletek után azt látni, hogy azoknak a szervezetében, akik enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen vészelték át a betegséget, kevesebb antitest termelődött, mint azokéban, akik súlyos vagy középsúlyos tüneteket produkáltak. A kutatócsoport jelenleg több száz hatóanyaggal kapcsolatban végez kísérletet, ezek közül kettőt rövidesen ki is próbálnak. Valóban a laboratóriumi kísérleteket megkezdtük, azt kell mondjam, hogy egy példátlan összefogás indult meg az országban a különböző felsőoktatási intézmények és kutatóközpontok között. Ennek megfelelően gyakorlatilag valóban 310 fölött van már azoknak a hatóanyagoknak a száma, amit most tesztelünk a laboratóriumban. Ezek részben újonnan szintetizálhat hatóanyagok, részben pedig már a patikák polcaiban lévő gyógyszerekben felelhető hatóanyagok, az úgynevezett gyógyszerkincs, amit mi tesztelünk. A professzor hozzátette, ha bármelyik hatóanyag is jónak bizonyul a vírus fertőzés ellen, és használata engedélyezett, akkor az azonnal bevethető. A betegek száma napról napra nő, a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat. A koronavírus.gov.hu weboldal alapján több, mint 1300 fertőzöttel Budapest a vírus gócpontja, a legtöbb fertőzött pedig Pest megyében van, ott ez a szám meghaladja a 350-et. Bács-Kiskun megyében eddig 23 igazolt fertőzöttről tudni. A világjárvány kitörése óta több mint 86 millió maszk érkezett Magyarországra, az elmúlt héten ez a szám újabb 9 millióval gyarapodott, közölte Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. A védő felszerelések, tehát izolációs köpenyek, sapkák, kesztyűk, arcvédők tekintetében csak az elmúlt héten 20.096.845 termék érkezett hazánkba, ezáltal eddig összesen 51.498.105 speciális védőfelszerelés érkezett, és még szerződéses állományunk van 8.086.991 darabra. Tisztelettel tájékoztatom Önöket arról is, hogy az elmúlt héten 215 lélegeztető gépet tudtunk importálni. A tömeges fertőzés lassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők és mindenki, aki teheti, maradjon otthon és tartsa be a kijárási korlátozásokat. Rendkívüli haltelepítés kezdődik az állami tulajdonú horgászvizeken. Ez a Magyar Országos Horgász Szövetség által irányított haltelepítés eddig legnagyobb logisztikai feladata. A telepítés a horgászatban érintett szervezetek és gazdasági társaságok több mint 2500 munkahelyének megóvását is szolgálja. Várszegi József, az Aranyhal Bajasport Horgász Egyesület elnöke elmondta, a Sugovicába pénteken 5 mázsa, 3 nyaras ponty került. Az uszonyosok másfél-két kilogrammot nyomnak, így már kifoghatók. Az országos haltelepítési munkában 29 haltermelő és mintegy 80 szállító jármű vesz részt. A következő hetekben a tervek szerint 12.000 tonna pontyot telepítenek több mint 350 horgászvizen. A telepítések várhatóan május közepén érnek véget, olvasható a szervezet közleményében. Szorgalomból jeles. A járványügyi helyzet sem tántorítja el a munkától a labdarúgás utánpótlásáért alapítvány sportolóit. A jelenlegi helyzetről a klub szakmai vezetője számolt be híradónknak.
Jó szezon zárhatna a labdarúgás utánpótlásáért alapítvány. A futballegyesület több korosztályban is dobogós eredménnyel büszkélkedhetett volna, de a kialakult helyzet miatt félbe kellett szakítani a bajnokságot. Az alapítvány és a sportolói most közösen próbálják átvészelni ezt az időszakot. A gyerekek, illetve a szülők az első 2-3 hétben kicsit félénkebbek voltak, tartottak az egésztől, de most már visszajelzések alapján azt kapjuk, illetve azt látjuk, hogy ők is már azért mozognának, kijönnének a szabadba, de várjuk az MLS, illetve a kormánynak az intézkedését, hogy mikor lehetnek kiscsoportos edzésekbe, kiscsoportos foglalkozásokba újra elkezdeni az edzéseket. A döntést várva sem tétlenkednek az alapítvány házatáján. A LOA edzői interneten küldik el a sportolóiknak az edzéstervet, aminek elvégzését a fiatalok akár egy fotóval, akár videófelvétellel igazolják. A focisták motiváltan készítik a házi felvételeket, hiszen a legszorgalmasabbak között értékes tárgyakat sorsolnak ki. A hó végén sportfelszereléseket, illetve egy családi fagyizást fogunk kisorsolni, és hogyha realizálódik a helyzet, újra lehet sportolni, újra lehet majd versenyezni, akkor a Diósgyőrrel jó kapcsolatunk van. Oda a legügyesebben teljesítő gyerekeket egy igazi NB1-es mérkőzésre, a 8-9 ezer ember kint van, el fogjuk vinni őket, illetve telkibe próbálunk, illetve kaptunk visszajelzést, hogy ha elindul az újra a szezon, a U17, U19-es utánpótlás válogatott mérkőzésekre elviszük a legjobban teljesített gyerekeket. A korosztályok fejlődésében valamennyi visszaesésre számítanak a LOA edzői, ezért a stáb olyan edzésprogrammal készül, amivel a visszatéréskor gyorsan ledolgozhatják majd a lemaradást. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Felkészülnek a rohamra. A virág- és ajándékboltok, valamint a cukrászdák is fogadják a megrendeléseket a vasárnapi anyák napjára. Vérvizsgálatok a laborban. A Pécsi Klinika kutatócsoportja is a vírus elleni lehetséges hatóanyagok tesztelésén dolgozik. Nem állt meg az élet. Továbbra is szorgalmasan dolgoznak a LOA sportolói. A Baljai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Én köszönöm figyelmüket, jó egészséget és szép estét kívánok. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Éjjel a legtöbb helyen megszűnnek a záporok, zivatarok és gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég. Legfeljebb az észak-keleti, keleti tájakon és reggel nyugaton lehet helyenként eső, zápor. Szerdán az erős gomoly felhőképződés mellett az Alföldön több, a Dunántúlon kevesebb napsütés várható. Egyre több felé alakul ki zápor, zivatar, néhol jégeső, felhőszakadás is lehet. A gyakran élénk délnyugati szél holnap sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 18 és 25 fok között valószínű.